Lesznek új polgármesterek, véget ért a szavazás, az adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 60%-os volt a részvételi arány. Több mint 70 bejelentés hatalmas károkat okozott a vasárnap éjszakai hétfő hajnali vihar Nyíregyházán és környékén. Visszatért a sikerdarab, ismét láthatják az ankónai szerelmeseket Nyíregyházán, ezúttal a Rózsakert szabadtéri színpadon. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 60%-os volt a részvételi arány a vasárnapi választáson. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntjük Önöket, kedves nézőink! A voksok alapján Nyíregyházán, Nyírbátorban és Újfehértón például megerősítették a jelenlegi városvezetők pozícióját, Tiszavasváriban és Geszteréden viszont leváltották a polgármestert. Nyíregyházán a Magyar Kétfarkú Kutyapárt lista vezetője kompenzációs listán bekerült a városi közgyűlésbe, Gyulaházán pedig közel 5 évtized után először akadt kihívója a település vezetőjének. A szavazatok alapján kiosztották a vármegyei közgyűlés mandátumait, a 25-ből 17-et a Fidesz-KDNP kap. A kora délelőtti órákban állt a sor az egyik nyíregyházi szavazókerületben. A 15. számú egyéni választókerületben még csak a választásra jogosultak alig 7%-a jelent meg az urnáknál és adta le voksát. Ez így is 2%-kal magasabb részvételi arányt jelentett, mint az 5 évvel ezelőtti választáson. Én azt gondolom, hogy túl nagy ahhoz a tét, hogy bárki is otthon maradjon, és hogyha a demokráciát nézem, egy magas részvétel mindig a demokrácia ünnepe, mert minél többen tartják fontosnak kifejezni véleményüket, annál erősebb a demokráciára. Demokrácia, én arra számítok, hogy ma a békepártiak győznek. 11 órára majdnem megduplázódott az addig szavazók száma. A 11. számú egyéni választókerületben például 17% volt a résztvevők aránya. 2019-ben ugyanekkora jogosultak alig 14%-a jelent meg. A magas részvételi arány annak is köszönhető, hogy ilyen összevont választás még nem volt, és a választópolgárok komolyan vették a döntést. Hát nagyon jók a statisztikai adatok már, mint ami a részvételi arányt illeti, és ebből is következik, hogy jó döntés volt az országgyűléstől, hogy ezt a két nagyon fontos választást egy napra tette. Mindenki találgatott előzetesen, hogy mit jelent ez, hogy a két választás egy napon van, mind a két választásra jó lett, sőt, hát a mai mostani számok alapján magasabb a részvétel, mint az országgyűlési választásokon szokott lenni. Ez mindenféleképpen jó és legitim választás lesz lehetővé. A magas részvételi arány egész nap kitartott. A végeredmény szerint Nyíregyházán közel 52 ezer ember élt a választás jogával, ami több, mint 55%-os részvételt jelent. Ennek eredménye pedig az lett, hogy Kovács Ferenc megkezdheti a negyedik ciklusát is. 45,9%-kal ő lett a vármegye székhely polgármestere. Szoros volt a küzdelem, 2200 szavazattal maradt alul Jeszenszky András, a Szövetségvárosunkért jelöltje. A Mi Hazánk jelöltje Kovács Koppány Zoltán a szavazatok közel 10%-át gyűjtötte be. A kormánypárt az egyéni választókerületekben is tarolt, 15-ből 12-ben a fideszes jelölt győzött, a többiben Jeszenszky András, Póka Imre és Schuster Csaba kerekedett felül. A kompenzációs lista tovább színesíti a nyíregyházi városi közgyűlést. A Szövetség Városunkért 3 jelöltje került be, de lesz egy fideszes és egy Mi Hazánkos jelölt is helyet kap. Sőt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt lista vezetője, az ügyvéd Nagy Virág is aktív résztvevője lehet a nyíregyházi városvezetésnek. Sokáig hasonlóan szorosnak tűnt a nagykálói küzdelem is. A hét nagyrészt független induló elaprózta a voksokat. Több mint 61%-os részvételi arány mellett polgármesterváltás történt. Horváth Tibort közel 500 szavazat különbséggel az ezúttal függetlenként induló Juhász Zoltán váltotta, aki így megkezdheti 5. ciklusát. Mellé 5 független és 3 Fidesz-KDNP-s képviselő szerzett mandátumot a testületbe. Erre a 8 helyre 42-en pályáztak. Nagykállónál már csak Sényűn lehetett több polgármester jelölt közül választani, 9 független indulóból Szőke Ágnes lett a polgármester, aki mindössze 9 szavazattal gyűjtött többet, mint a második helyen végzett Horecki Zoltán. Gyulaháza is az érdekes települések közé tartozik, Bardi Béla 1976 óta a település vezetője, és ez most sem szakadt meg. Viszont most először volt kihívója Dávid Norbert személyében, akit alig 60 szavazattal győzött le.
Vásáros Namény hozta a papírformát, a Berek szívének továbbra is Filip Sándor lesz a polgármestere, aki a szavazatok közel 72%-át kapta meg. A nagyobb települések közül hasonló arányban választották újra a polgármestert Fehérgyarmaton, Mátészalkán és Nyírbátorban is. Újfehértón sincs változás, a Szövetségben Városunkért színeiben induló Hosszú József a szavazók közel 70%-ának bizalmát nyerte el, a Fidesz-KDNP jelöltje Kisernő alig 25%-kal alul maradt. A képviselőtestületben még 8 Szövetségben Városunkért jelölt kapott helyet, melléjük 2 Fidesz és 1 Együtt Egymásért Újfehértón Egyesület jelölt ülhet be. Néhány szabolcsi településen azonban hatalmas volt a fordulat, Nyírcsaholyban a független Juhász Attila a szavazatok közel 77%-ával követelte ki magának a polgármesteri széket Magyar Csabánéval szemben. Tiszalök is úgy döntött, hogy vált, a Fidesz-KDNP színeiben induló és 2007 óta a város élén álló Gömze Sándort majdnem dupla annyi szavazattal Dr. Gál Gabriella váltja. Tiszavasváriban közel 60%-os volt a részvételi arány, a szavazó közel 5600 ember úgy döntött, a fideszes Szőke Zoltán helyett ezentúl Balázsi Csillát, a Vasvári Pál Társaság indulóját szeretnék a város élén látni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés mandátumait is kiosztották, ennek értelmében októbertől 17 Fidesz-KDNP, 4 Mi Hazánk, 2 Összefogás megyénkért és 2 DK jelölt ülhet be a vármegyeházára. Magyarország az európai parlamenti képviselőket is megválasztotta június 9-én. Ezek alapján a Fidesz-KDNP 11, a Tisza 7, az MSZP-DK Párbeszéd Zöldek 2, a Mi Hazánk pedig egy személlyel képviseli hazánkat Brüsszelben. Hatalmas károkat okozott a vasárnap éjszakai hétfő hajnali vihar Nyíregyházán és környékén. Fák dőltek ki, faágak törtek le és zuhantak rá autókra, szeméttárolókat borított fel a szél. Nyíregyházai Sóstóhegy között szünetelt a vonat közlekedés, mert 800 méter hosszan leszakadt a felső vezeték. Hétfőn reggel több mint 70 viharkárral kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez. A nyíregyházi, a mátészalkai, a fehérgyarmati és a nyírbátori tűzoltók, valamint a MÁV és a nyírvévé szakemberei egész nap dolgoztak a károk helyreállításán. Sokan ma reggelre az ébredés után néztek körül a portájukon, és látták azt, hogy esetleg a vihar milyen károkat okozott, akár mondjuk légvezetékre, kerítésre, úttestre, házra, autóra dőltek fák, lehasadt faágak. Most itt Sóstó gyógyfürdőn vagyunk a Zavar utca elején, ahol szintén egy ingatlanra dőlt egy fenyőfa, a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság egysége érkezett ki ide a helyszínre, és a avatkozott be, természetesen nagyon sok helyszínen motoros láncfűrésszel, dugólétrákkal avatkoznak be a tűzoltók. A legtöbb bejelentés, a legtöbb kár az a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság illetékességi területéről érkezett. Volt egy érdekes eset például Kemecse Körmendi tanyánál, ahol egy garázsnak a tetőhéjazatát, a lemezborítását egyszerűen feltépte a szél. Az erős szél ezt az egybefüggő lemezfedést egy családi háznak a tetejére borította. Az elmúlt napokban országszerte csaptak le váratlanul villámviharok. Ilyenkor az anyagi javak mellett az emberélet is veszélybe kerülhet. Hazánkban évente átlagosan 20 és 40 közé tehető azoknak az embereknek a száma, akiket közvetlenül vagy közvetett módon villámcsapás ér. Az esetek túlnyomó részt a szabadban történnek, és az áldozatok nagy része vízparton és síkterepen szenvedi el az egyébként elővigyázatossággal legtöbbször megelőzhető szerencsétlenséget. Ha a villámcsapás és a mennydörgés között körülbelül 15 másodperc telik el, a villám tőlünk 5 kilométerre csapott le. Ezek a fotók május végén készültek, Nyírtelek területén Belegrádon tombolt a jégeső. Főként a veteményesekben és a földeken okozott károkat a vihar. De nem csak itt mutatta meg magát a szélsőséges időjárás. Június első hétvégéjén 59 segélyhívás érkezett a katasztrófa védelem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei művelet irányító központjába.
Május végén, június elején több vihar érte el térségünket, Csengerben, Csenger térségében, valamint Nyíregyháza egyes részein és Nyírtelek településen is okozott gondot egy-egy vihar. A legtöbb esetben olyan jelzések érkeztek a katasztrófa védelemhez, amely sérült, legtöbbször kidőlt fák miatt érkeztek, de nagyon sokszor légvezetékekre vagy éppen ingatlanokra is borultak ágak, illetve fák. Nem volt ilyen szerencséje néhány napja Csehországnak. Egy gyermekünnepségen 18 ember sérült meg villámcsapás következtében. A 2 és 16 év közötti fiatalokat részben eszméletlenül találták a földön fekve, de szerencsére egyikük sem viselt testén égési sérüléseket, és műtétre sem szorultak. 5 embert azonban újra kellett éleszteni. A szerencsétlenséget az okozta, hogy a villám belecsapott egy fába, ami alatt éppen sokan kerestek volna menedéket a vihar elől. Ez minden vihar esetében nagyon rossz döntés. Ha például villámlással érkezik a vihar, akkor érdemes a villámlás és a dörgés között eltelt időt számolnunk, jegyeznünk, hogyha kevesebb, mint 10 másodpercet számolunk, akkor nagyon közel van hozzánk a vihar, és ilyenkor érdemes valamilyen menedéket keresni, elsősorban valamilyen ingatlannál, épületnél keressük ezt a menedéket. Még mindig sokan vallják azt és gondolják azt, hogy menedéket jelenthet egy nagyméretű fa a vihar elő. Ám gondoljunk bele, hogy egy fába milyen hamar, gyorsan bele tud csapni a villám, és megsérülhetünk, vagy ha villámlás nélkül érkezik a vihar, esetleg orkánerejű széllel, akkor pont az is okozhat gondot, hogy mondjuk egy-egy faág leszakadhat, és úgy sérülünk meg. Szabadtéren az esernyő sem jó, mert a fém szár vezeti az elektromosságot. Otthon pedig kerüljük a vízes blokkokat vihar idején, lehetőség szerint ne fogjuk meg a csöveket és radiátorokat, az elektromos berendezéseket pedig húzzuk ki a konnektorból. Nem kötelező, de hasznos lehet a villámhárító, és a szakemberek javasolják a túlfeszültség elleni védelem kiépítését is. Elkészült Tiszavasvári első gyepmesteri telepe. A város havi szinten több mint 500 000 forintot költött a kóborkutyák befogására és elszállítatására, ezért gazdaságilag is jelentős mérföldkő a saját telep. Jelenleg 13 hely van a kennelekben, de a tervek szerint ezt bővíteni fogják. Az átadón a polgármester hangsúlyozta, az a cél, hogy a befogott kutyákat gazdásítsák és jó körülmények között éljenek. Ezt az autót Tiszavasvári önkormányzata önerőből mintegy 8 millió forintból vásárolta, hogy a településen befogott kóborkutyákat az új, saját gyepmesteri telepére szállítsa. Ahogy az ország számos területén, úgy Tiszavasváriban is komoly gondot jelentett az elmúlt évtizedekben a kóborkutyák elszaporodása a közterületeken a felelőtlen állattartók miatt. Én felelős magatartást kérek minden állattartótól, az állatvédelmi törvényt ezért szigorítottuk is, hiszen közös ügyünk az állatvédelem, meg kell adni nekik, az állatoknak is azokat a jogokat, hogy megfelelő keretek között tartsuk, akár haszonállatról, akár hobbiállatról van szó. És Tiszavasvári életében tényleg egy nagy lépés, mert még nem volt itt gyepmesteri telep, és ezzel az önkormányzat megtette az első lépést, példát is mutat a járásban, hogy egy ilyen gyepmesteri telepet létrehoz, a kóborebeket befogadják, a kennelbe beállítják, megfelel minden hatósági feltételnek, hiszen ezért adták ki a működési engedélyét. A jogszabályok szerint az önkormányzat kötelessége, hogy gondoskodjon a kóborebek befogásáról, azonban egyre kevesebb olyan befogót találtak Tiszavasvári környékén, akivel szerződni tudtak volna. Akivel mégis, annak a költségei nagyon magasak, havonta 600 000 forintba került a 10-11 kutya befogása és elszállítása. Egyedi kormányzati támogatással oldódik meg most ez a probléma, nem szeretnének viszont altatni. A kötelező tartása az ebeknek 45 nap, de a 45 napon túl is szeretnénk az ebeket addig tartani, amíg nem tudjuk gazdásítani. Tehát a cél az, hogy minél többen, és akkor ha már most itt vagyunk a riportban és beszélhetek, akkor felhívás keringőre minden civil szervezetnek, minden magánszemélynek, hogy jöjjenek, segítsenek, működjünk együtt, kössünk olyan megállapodásokat, amelyek mindkettőnknek előnyösek, és juttassuk ezeket az ebeket gazdákhoz, felelős állattartókhoz, és ne kerüljön sor arra, hogy el kell őket adni. Tehát egy gyepmesteri telep azzal a céllal jött létre, hogy az ebeket tovább jobb élethez juttassuk, és ne elaltassuk, ne pedig a közterületen legyenek, hanem gondos gazdáknál. A gyepmesteri telephez tartozó épület a jogszabályoknak megfelel, van külön fogadótér és irodahelyiség, fekete-fehér öltöző, orvosi eszközök, műtőasztal és sterilizáló.
Ez az épület és a 13 kutyának elegendő 6 kennel közel 81 millió forintból épült meg Tiszavasvári külterületén. Szombaton újra felcsendültek Nyíregyházán az ankónai szerelmesek kedvelt dallamai. A közönség közel negyed század után a Rózsakert szabadtéri színpadon ismét tapsolhatott a jól ismert zenés komédiának, amelyet Keszég László rendezésében játszik a Móricz Zsigmond Színház társulata. Vajda Katalin művéhez Fábri Péter írta a dalszövegeket, amelyeket 8 tagú zenekar kísér. Egy terecske az olasz kisvárosban, Anconában. Itt él Tomáo Nikomako, a lánya, Lucia, Dorina, Agnese, Giovanni és társaik. Az idősebb korosztály számára bizonyára ismerősen csengenek ezek a nevek, hiszen ők mindannyian az Anconai Szerelmesek című zenés komédia szereplői. Az előadás majdnem negyed századdal ezelőtt óriási sikert aratott a Nyíregyházi Színházban, több évadon keresztül játszotta a társulat. A közönség ezúttal új felfogásban, Keszég László rendezésében láthatja a darabot. Az előadás sikerének a rendező szerint több titka is van. A dalok mindenféleképpen, ezek csodálatos popslágerek, és a dalok köré kitalált reneszánsz alapokon nyugvó olasz komédia, az is egyértelműen ismerős, ismeretlenül is ismerős, szórakoztató, azok az archetípusok, amelyek szerepelnek benne, azokkal tudok, mint néző menni, van benne érzelmi vihar, tehát minden olyasmi, ami egy jó melodrámához kell, és egy jó szórakoztató előadáshoz, ezeket az összetevő elemeket és a fűszereket a szerzők belerakták. Ezt igyekeztünk még ízesebbé, még jobban felnagyítani, úgyhogy én azt hiszem, hogy tudják pontosan, hogy mi a siker receptje. A zenés komédiában játszó színészek közül néhányan az előző sikerszériában is játszottak, őket most más szerepben láthatják a nézők. Nagyszerűen közreműködtek, vagy működtek közre, vagy működtünk együtt. Ilyen szempontból semmiféle nyomás nem volt se rajtuk, se rajtam, úgyhogy én mindent igyekeztem levenni a vállukról, hogy ez egy teljesen új produkció, egy ilyen érdekes történettel Nyíregyházán, hogy a legnagyobb széria volt, hosszú ideig futott, hát új zenei alap volt, 8 tagú élő zenekar, tehát ez egy más szemszögből a dolgot megközelítő produkció. Tomáo Nikomako szerepét Gulácsi Tamás, illetve Mészáros Árpád Zsolt alakítják. Partnereik Kis Eszter Júlia, Horváth Margit, Horváth Viktor, Szabó Nikolett, Jenei Judit, Tóth Zolka, Rák Zoltán, Kosik Anita és Tőkés Nikoletta. A komédia jól ismert dallamai néhány estén át felcsendülnek majd a Rózsakert szabadtéri színpadon, de szeptembertől a színház nagy színpadán is láthatják majd a nézők az előadást. Befejezték szereplésüket a római Európa-bajnokságon a nyíregyházi atléták. A diszkoszvető Kerekes Dóra 59 méter 92 cm-es teljesítménnyel a 12. helyen végzett. A 20 kilométeres gyaloglásban Helebrand Máté 1 óra 23 perc 22 másodperces idővel a 16. helyen ért célba. A magasugró Bakosi Péter 2 méter 7 cm-rel a 25. helyen zárta az EB-t. Mind a sportlétesítmények számát és minőségét, mind a sportesemények rendezését, mind az igazolt és az amatőr sportolók számát tekintve óriásit lépett előre az elmúlt években Magyarország, hangzott el a Vármegyeházán tartott Sportoló Nemzet 2024 elnevezésű fórumon. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Vári Attila előadásában kiemelte, ma már a legkisebb településen is adottak a feltételek ahhoz, hogy egy gyerek megtegye az első lépéseket, az akár az olimpiai dobogóig is elvezető úton. Stadionok, sportcsarnokok, atlétikai centrumok,
uszodák, futballpályák. Az elmúlt években 100 milliárdokat fordított a kormány arra, hogy fejlessze a sport infrastruktúrát. Közben Magyarország világversenyrendező nagyhatalommá vált. A sportegyesületek országos szövetsége kezdeményezésére egy országjáró sorozaton ismertetik meg az eredményeket a sportban sportért dolgozókkal. A megyeházán a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Vári Attila tájékoztatta a hallgatóságot. Én úgy gondolom, hogy itt a magyar történelem egyik legfontosabb sportlétesítmény fejlesztési lépcsőjén vagyunk túl, és ennek köszönhetően különböző régiókba, kis településeken olyan dolgok épültek fel, ami szerintem csodaszámba mennek, és annak köszönhetően, hogy ilyen fejlesztés megtörtént, nagyon jó körülmények között tudnak edzeni a gyermekeink, és az edzőink nagyon jó körülmények között tudnak dolgozni, és látjuk az eredményeken is, és az elmúlt időszakban nem csak a létesítményfejlesztések, nem csak maga a sportszakma helyeződött vissza a méltó helyére, neki megillető helyére, hanem nemzetközi sporteseményekben is szerintem nagy hatalommá váltunk, és egy olyan rutinnal rendelkezünk, ami bármilyen sportesemény megrendezésére bármikor minket fölkérhetnek, és ezt szerintem az egyik legmagasabb színvonalon végre tudjuk hajtani. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint a keleti régióban is adottak a feltételek ahhoz, hogy egy fiatal lerakja egy sikeres sportpályafutás alapjait. Nyugodtan mondhatjuk, hogy sportos vármegyéről beszélünk, és nagyon büszkék vagyunk egyébként azokra a teljesítményekre, amelyek itt a vármegyében megjelennek, akár az amatőr sport, akár a diák sport, akár a profi sport területén, és rengeteg olyan fejlesztés valósult meg az utóbbi évtizedekben Magyarország kormányának a támogatásával, és azzal a szemlélettel, amely valóban azt helyezte előtérbe, hogy minden olyan gyermeknek és minden olyan felnőttnek is természetesen, aki szeretne sportolni, annak legyen meg az a szabadidős lehetőség és tevékenység, az a helyszín, ahol ezt megteheti, és legyenek meg azok a feltételek is természetesen, amelyek a gyerekek számára nyitják meg azokat a kapukat, amelyek segítségével kipróbálhatnak bármilyen sportot, és reméljük, hogy majd, akár hogyha mondjuk arra adják a fejüket, hogy profi sportolók legyenek, akkor örökbíthetik a vármegye hírnevét is, és örökbíthetik Magyarország hírnevét is a különböző sportrendezvényeken, akár olimpián, akár világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon, és ezért örülünk annak, hogy olyan képviselői vannak egyébként a sportnak, aki most a mai napon ellátogatott hozzánk is, Vári Attila olimpiai bajnok, aki itt előadást fog tartani, és bemutatja azt a sportfejlesztési irányt, és megerősíti azt a sportfejlesztési irányt, amely úgy gondoljuk, hogy nem csak a vármegye szempontjából nagyon fontos, hanem az ország szempontjából is kiemelkedően fontos, már csak azért is, mert valóban büszkének kell lenni, nem csak a sportolóinkra, hanem a mögötte lévő teljesítményre is. A hazai sportolók legközelebb a nyár két legnagyobb eseményén, a labdarúgó Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián szerezhetnek örömet a magyar szurkolóknak. Június 10-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, kedden is jelentkezünk természetesen majd friss hírekkel, addig is várja önöket folyamatosan frissülő weboldalunk, most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Jó pihenést estére, viszontlátásra! Kedden lassan szakadozik, csökken a felhőzet, és délután már több órás napsütésre számíthatunk. A csapadék gócok idővel kelet felé helyeződnek, a nap második felében már inkább csak az észak-keleti-keleti harmadban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 24 fok között alakul.